következő előadónk Dudás Jenő Zsolt. Végzettségét tekintve élelmiszeripari automatizálási üzemmérnök. Sok embertelen és természetidegen technológiát. Tehát sok embertelen és természetidegen technológiát adó adalékanyagot tapasztalt meg a gyártások során, és változott a szemlélete. Azóta az élelmiszeripar még jobban eltávolodott az értelemtől az értelmetlenségek felé. Előadásának címe: a magyarság nemes életmódja, étele élete, háza hazája etel közben. Dudás Jenő. Szép jó napot kívánok! Köszönöm szépen a megjelenést! Akkor ugye egyszerűbb lesz. Jó. Tehát akkor köszönöm szépen a beállítást, Marcel. Jó. Rendben. Ugye a magyarság nemes életmódja, ez az első része az előadásnak. Gondoljunk csak bele, hogy mit jelent az, hogy nemesség. Ugye sokszor hallottuk azt, hogy a nemességnek nem csak lehetősége, kötelessége, feladata volt nemet mondani arra, ami a Szent Korona törvényével, rendjével ellentétes volt. A nemességnek feladata ma Magyarországon minden hazugságra nemet mondani, minden lopásra nemet mondani, minden ország vitorlásra nemet mondani. Kik a nemesek? Akik ezt kimondják. Minden igaz magyar ember nemesnek születik. Tudjuk a Káldeus Bibliából, hogy az Isten minden egyes ember fejére egy szent koronát, koronacsakrát helyezett, és azon keresztül közvetlenül tanítja őt. Tehát ez azt jelenti, hogy akik már jógát tanultak, és hallották a csakrák rendszerét, azok megtanulhatták azt is, hogy a hét csakra rendszerében van egy hetedik csakra, ami a fej fölött már nem a testben helyezkedik el, és ez a korona csakra tiszta fény, tiszta energia, és ezen keresztül a természeti törvény, Isten teljessége szól minden egyes emberhez. A legalsó csakra a földelem, a kettes csakra vízelem, tűzelem, levegőelem, éterelem. A harmadik szem területe, intuitív központ, ami az öt érzékszerv magas tudati kivetülésének központja, tehát nem csak látni, ízlelni, szagolni, tapintani, hallani is tudunk vele. Ez a magasan képzett jógiknak, és hát ugye a szent embereknek is az egyik lehetősége. És a hetedik csakra maga, ami a testen kívül van, ez az, ami a tiszta fényt biztosítja. Mi igazából innen jöttünk, ide megyünk. Lehet ezt mondani akár csillagkapunak is. Földelem. A szaglás tartozik hozzá. És ez a szaglás, ez a minőség, amikor az energiák már teljesen fölfelé áramolnak a jógiban, illetve hát a jogát gyakorlóban, akkor az a kicsike kis csakra, ami előre-hátra-fele a gyökércsakránál, illetve hát a gyökércsakra az lefele van, de ez felfele fordul, és az energia belövelődik a gerinc oszlop mentén, és adja a plusz életenergiát az embernek. És akkor tökéletes szaglás jön létre. Hogyha a kettes csakra
kis rótuszai, kis szírmai, amik előre-hátra örvénylő törzsénként néznek ki, felfelé fordulnak, akkor a gerincoszlop mentén megint az energia felfelé áramlik. Csokrok, csakrák, virágszirmokkal jelölik. Milyen szép a magyar nyelv, igaz? Csokrok, csakrák, virágszirmok. A chi energia, japánoknál ki energia, ami a csípő területéről jön felfelé, a chi golyókon keresztül, chi golyákon keresztül, ez képes arra, hogy az embert magasabb egészségügyi állapotba helyezze. Hogyha valaki azon gondolkodik, hogy miért is öregszik a test, három dolog miatt. Stressz, méreganyag, és nem húzzuk ki magunkat, nem tartjuk egyenesen a gerincünket. Ennyire fontos az, hogy a magyar ember úgy, ahogy a néptáncban megtanulta, húzza ki magát, és legyen egyenes. Tehát a nemes életmód. A nemes életmód, ahogy az ember észreveszi, és most áttérek a második részre, a magyarság étele nem lesz más, később az élete sem. Hogyan szerezzük ezt az ételt? Háztáji gazdaságok, csirkét nevelnek, disznót nevelnek, pulyka, kacsa, ott van a marha, ott van a ló, és ott van az a rengeteg zöldség és gabona. Ezek közül, ez a védikus tudásnak az egyik, úgymond, sajnos ki kell mondani, úgynevezett felébresztő, megrázó ereje, hogy azt mondja, hogy ahogy hozzájutunk az ételhez, annak visszahatása van az életünkre is. Tehát amíg a gabonát learatjuk, a káposztát levágjuk, és zöldségeket fölszedjük, és Isten a kezünkbe pottyantja az almát, a körtét, mindenféle szépséget, addig az állatot le kell vágni. Na most már hallottuk a spirituális részét, ami ugye Masaru Emoto, a víz rejtett üzenetében is benne van, hogy a víznek memóriája van, hogy a vizet fel lehet tölteni energiával, hogy a vizet programozni lehet, hogy a vizet, ha tiszta forrásból hozzuk, energetizáljuk, annak gyógyító hatása van. Na most a vér is tartalmaz vizet. Amikor az állatot levágják, akkor a benne lévő stresszhormonok belövellődnek a vérbe. Az az emlékkép, ami az állatban van, az az életérzés, az átitatja a vérét, a testét, véreztetés ide, véreztetés oda, ez megjelenik, ez ott van a húsban. Na most ugye ezt elfogyassza az ember, és utána azt mondják neki, hogy ahogy a régiek mondták, ne egyél sok húst, hetente egyszer. Meg volt a gyümölcsös nap, a gabona, a hüvelyes, a zöldség, a tésztás étel, egy húsos nap, és esetleg egy dőt, a hetedik nap. És már is azt veszük észre, hogy egy teljes génfrissítés van, mert mindenféle hasznos anyagot az ember magába vitt. Mindig azt, amit, és ez az esszénus béke evangéliumban van, ami az egyik kedvencem, Edmond Bordo Székelytől, hogy mindig azt fogyasszátok, Jézus mondta, mindig azt fogyasszátok, ami épp földanya asztalán terem, az a szezonális és helyben termelt dolgokat. Hogyha ezt fogyassza az ember, akkor az azt jelenti, hogy mindig azokat a dolgokat fogyassz, amik frissek, szezonálisak, és az ő génjeinek, az ő testének a legfontosabb, és sohasem esik abba a hibába, hogy a kamarát nagyon gyorsan kifossza. De onnan is vásárolunk dolgokat, onnan is szedünk ki dolgokat, azokat is felhasználjuk, amik a kamarában vannak. Így az ember mindig felhasznál mindent, sohase lesz eldobó, sohase lesz fölösleg. Na most ez az egyetlen egy húsos nap is olyan,
hogy azoknak a régi nemeseknek, és ez Indiában maradt meg ez a rendszer, ezek a tanítók voltak, az orvosok, a papok, nekik nem volt megengedett a húsevés. Az alatta lévő úgynevezett kasztoknak, amik igazából mondjuk úgy, hogy viselkedésű emberek, tehát vannak a harcosok, a kézművesek, kereskedők. Tehát azoknak, hogyha egy kis hús lesznek, az nem olyan fontos, mint amikor a tanító, az orvos, vagy a pap eszik húst. Miért? Nem csak úgymond feszültséget nyerünk ezekkel a húsos ételekkel a szervezetünkben, hanem ezek a feszültségek, ezek a belső stresszek, ezek előbb-utóbb átitatják az ember jellemét. És amikor egy harcos túlfeszült, túl gyorsan a kardjához kap, akkor esetleg a csatában nem csak kemény harcos lehet, hanem vérszomjasan kemény harcos. Még a nevében is benne van. Tehát ezért, hogy ez elkerülje az ember, én azt mondom, hogy ha valaki egészséges akar maradni egy héten maximum kétszer, és maximum ebédre egyen húst, de legjobb csak egyszer. De a legeslegjobb az, hogyha valaki igazi nemesedésre vágyik, hogy ne egyen húst. Hogyha összerakja az ember a kedvenc ételeit, amelyek gabonákból, zöldségekből, gyümölcsökből állnak, és ezeket egy kicsit variálja, észreveszi, hogy összejön annyi étel, hogy a hónap minden egyes napján mást és más tehet, és már nincs hely a húsnak. Hogyha valaki mégis azt mondja, hogy húst teszik, ám legyen. Amikor egészségügyi konzultációkat tartok, mindig meg szoktam kérdezni, akik hozzám jöttek és mondjuk súlyosan betegek, hogy maga ugye vegetáriánus. Persze, ezt csak poénból mondom. Azt mondja, természetesen nem. Hát mindjárt gondoltam. Általában az a tévhit alakult ki a vegetáriánusokról, illetve a vegánokról, hogy vékonyak, leveles zöldségeket esznek, és nincs erejük. A világ legerősebb embere, egy nagy szakállas úriember, hatalmas erővel, 550 kg-ot 10 méteren a vállán elvitt, és vegán most már 10-valahány éve. Kérdezték a sportolótársai, hogy barátom, hogy mitől vagy olyan erős, mint az ökör, hogy nem eszel húst. Azt mondja, egy pillanatig gondolkodnom kellett, és utána megkérdeztem, hogy gyerekek, ti láttatok már húsevő ököröt? Az elefánt füveket eszik, gyümölcsöket, és ott van az erő. Ha valaki zabos, az nem csak ideges, de az idegeit is táplálja, és hatalmas nagy izomerőre teszel, nézzétek meg a lovakat. Van egy csodálatos négyes fogat, ha az valaki befogja az életének szekerébe, ételének szekerébe, nem lesz komoly egészségügyi problémája. Köles árpa hajdin az ab, köles árpa hajdin az ab, köles árpa hajdin az ab, köles, lugosít, árpa, nagyon jó a porcokra, hajdina, fűt. Ha valaki az télen csak azt kipróbálja, hogy 3 napig rendszeresen eszik egy közepes méretű hajdina köretet, nem fog fázni, végig fűti a testét. Zab, idegeket, izmokat egyszerre táplálja. Minőségi talaj, minőségi gabona. Gluténérzékenység, ez nincs. De glutén plusz glifozát, az van. Miért nincs a 90-es évektől visszamenőleg annyi gluténérzéke? Miért nincs? Hol vannak? 10 000 éve már gabonát fogyasztunk. Glifozát érzékenység van. Nem győzöm a nagygazdáknak mondani, térjenek át a szántás nélküli talajművelésre, vagy minimális szántással való talajművelésre, használják a régiek módszerét, használják föl a megfelelő trágyákat,
növényvédőszerek helyett azokat, amik régóta beváltak és a magyarság használt, és azokat ki lehet kutatni, azokat újra lehet használni, használják azt, ami bevált, és 30-40 éven át nem volt kivonva a forgalomból. Csak egyszer jött egy rendszerváltozásnak nevezett időszak, és valamiért ezek kivonódtak a forgalomból. Miért? Üzleti érdekek. De talán a régi üzleti érdekek még egy kicsit az emberek életét is figyelembe vették. Tehát az ember étele, élete. Köle, sárpa, hajdin, az al. De ne felejtsük el a kukoricát, a kukoricadarát. Ugyanis, ha jól tudom, a kukoricakását azt este ették az emberek nagy rész, néha délben, de annak nagyon jó hatása van az alvásra, mert ha jól tudom, melatonin is van benne egy kicsit. Tehát ez azt jelenti, hogy a régi fajta kukoricák, mint amit például Csákberényi Jánostól lehet beszerezni Kecskemét környékén, a vörös, 8-soros lófogú kukorica például bevizsgáltatták, és a fehérje tartalma vetekedett a húséval. Hát kérem, abból egy puliszka, azért az mit jelentett este a gazdának és családjának? És még egy nyugodt alvást is kaptak. Az őrségben jártam tanulmányi kiránduláson, és az őrség életét figyeltük, és ott, aki a tanulmányi utat vezette, arról számolt be, hogy föltárták a sírokat, és egy temetőt rekonstruáltak, és hát azt vették észre, hogy a sírkövek, amik kifordultak, majdnem mindegyike 100, 110, meg 120 év körüléje voltak, és akkor azt föltették a kérdést, mi a csodát csináltak ezek az emberek. Néhány 80 és 90 év körüli elhalálozott ember volt, de a többiek 100 év fölött éltek. Utána néztek, ismerték a kölest, ismerték a hajdinát, zabot, árpát, ezeket rendszeresen fogyasztották, nagyon keményen, fizikálisan dolgoztak, és még valami, például a búzában az alakort használták. Egy ősi búzánk, aminek nincsen betegsége nagyon. Nem kell hozzá növényvédőszer. Igaz, egy harmaddal vagy egy negyeddel kevesebb a termés átlaga hektáronként, mint a mostani hibrid akármiknek. Na de könyörgöm, kevesebb művelést igényel, kevesebb vegyszer, és azt mi megesszük. Ugye mondják a tudósok, a brit tudósok, illetve hát talán a magyarok is, hogy az, ami mi megeszünk, az már lebontotta a méreganyagokat. Na ezt mondják egy olyan vizsgálati módszerrel, ami nem biztos, hogy egy elektronmikroszkópos módszer. Ne feledjük el, ahogy a tudomány fejlődött, az összes anyag elindult a nanoméretek felé. Na most a nanoméretű anyagok és kolloidok és hasonlók teljesen másképp viselkednek a természetben, az emberi szervezetben, mint azok, amelyek mikromérettel rendelkeznek. Amikor voltak ezek a hatalmas tűzesetek, hogyha emlékeztek rá, Oroszországban, Kanadában, mindent, és mostanában is vannak. Olyan fákat lehetett látni, hogy a kérge épp volt, és középen, mint valami hatalmas tűzcsóval jött ki a tűz. És azt mondták, hogy azért van, mert ez a fa belülről él. Belül van az az anyag, ami ezt okozza. És mi ez? Nanoméretű bárium, alumínium, ami a chemtrailsekben van. Tehát chemtrails, ezzel még meg kell küzdenie a magyarságnak, és nemet kell mondani rá. Nemrég Csehi-Vincenten jártam, és készítettem egy felvételt, hogy mentem, na mondom, most kaszálni fogok egy jó nagyot. Bedöglött két fűkaszál, de nem baj, kézi kaszával. De húzták a csíkokat. Ajjaj. Másnap jött egy vendégem, délután még egy jót túráztunk, és utána leszakadt az ég alja. És három napig esett az eső, és előtte, amikor mielőtt még én odaérkeztem, az előtt is három napig esett, és mondta a polgármester úr barátom, hogy figyelj már, ez nem normális, 120 mm esett már a héten. Ugye augusztusban ehhez nem szoktunk hozzá.
Ha valaki rákeres az interneten, chemtrails, nem fog találni szinte semmit se. Ezt már a Google szűri. Arra kell rákeresni, hogy geoengineering, földmérnöki tudomány, vagy cloud seeding, felhő szemesítés, felhő magocskák elvetése. És utána van még azt is beírja, hogy US patent, tehát az, hogy amerikai szabadalom, ki fogja adni a Google kereső is azt a rengeteg szabadalmat, ami erről szól, utána lehet nézni. Az 1800-as évek közepe vége óta vannak már kémiai módszerek és elektromos módszerek is az időjárás befolyásolására. Ezek a módszerek sajnos benne vannak az életünkben és benne vannak az ételünkben. Na most ugye ételünk és életünk nagyjából, itt most ennyit mondanék erről, és most térjünk át a következő részre, hogy a magyarság háza, hazája. Én fel tudok építeni valakinek egy olyan házat, hogy a poklok poklát fogja benne fölé élni, vagy fel tudok építeni egy olyan házat, ami szinte az Isten tenyerén hordozza, és szerencsemondó, szerencsehozó háznak is lehetne mondani. Gondoljunk csak bele, mit csináltak a régiek? A szer tetején, a domb tetején, tavaszi napfordulókor megnézték, hol kel fel a nap, megnézték azt a tájpontot, ezt a keleti pontot, és onnantól kezdve ezen a szeren keletelték a bejáratot. Tavasszal. Mit csináltak tavasszal? Keletelték. Mi van tavaszkor? Ki kellett. Véletlenül se azt mondták, hogy bekeleteljük a jurtát. Ki keleteljük a jurtát. Ki kellett. Nap és hold rajta van a székely szerencsehozó kapukon, és amikor sajnos ez a tudás elveszett, ehhez kellettek mindig különféle véletlenül előforduló hatalmas nagy tüzek, hogy leégjenek ezek a szerek. És ilyenkor az történt, hogy utána ugye előjött a falu központjában a régi, ősi, magyar, keresztény hitre épült templom helyett egy új nyugati, amire Mária Terézia idejében megadták a felszólítást, hogy mind Bécsre nézzen a kapuja, azaz nyugatos bejáratok legyenek. A nyugat az egyébként Szaturnusz bolygóval van, elviszi a pénzt, elviszi az egészséget, és nagyon keményen megbüntet a rossz dolgokért, viszont megajándékoz a jó dolgokért. Tehát egy tanító bolygó és tanító irány a Szaturnusz. Ezért, hogyha most ezt megnézzük, ezek a templomok, amik a falu közepébe épültek, és ami egy szerhelyen voltak általában. Körbevette őket egy utca, ebből az utcából mindenféle irányba elindultak másik utcák, és ott bal kéz felől, jobb kéz felől fölépültek a házak, és mindegyiknek a bejárata a szélrózsa minden irányába nézett. Na most összesen kettő irány az, amit egy háznak szabadna használnia főbejáratként. Az egyik a kelet, ezt a védikus építészet mondja, a másik az észak. Ez a kettő csak jó minőségekkel bír. Ezt úgy tudjuk meghatározni, hogyha van egy ilyen csodálatos házunk, és a háznak a közepét megnézzük, jelen esetben ugye pont a közepe, de hogyha sarkai vannak, összekötjük a sarkokat, ott van a súlyponti közép, és az adott bejáraton át kifele nézünk, azaz iránynak pontosan északra és keletre kell néznie. Most mondok egy jóslást, hogyha van valakinek olyan ismerős, akinek nagyon-nagyon rosszul megy az élete, nézzék meg, vagy déli, vagy pedig délnyugati a bejárata. Ez a kettő, ezek nagyon kemény minőségekkel bírnak. Tehát dél és délnyugat. Minden bejáratnak van egy-egy kitüntetett hatása. A keleti iránynak megvilágosodás, boldogság, kreativitás. Az északinak anyagi felhalmozás, nyugalom,
bőség. Az észak-kelet, mondhatnánk rá egy kis felvélem, hogy ez a kettőnek az összessége, de sajnos nem. Nincs házasság, nincs gyerek, csökkenő külső sikerek. Kicsit ilyen remete, befele forduló, mint amikor az ember nem tudja, hogy kreatív irányba, művészi dolgokat csináljon, vagy pedig esetleg északi irányba bevétel, kereskedelem, felhalmozás, és így a kettő között inkább egy ilyen befele fordító erő érvényesül az életében, illetve ő lehet kreatív, ő akarhatja a felhalmozást, de az észak-keleti bejárat hatására beköltözés után 21 hónapra rá jön egy hatás, és ez a hatás eltávolítja őt a kreativitástól, eltávolítja őt a felhalmozástól, az üzleti dolgoktól. És akkor menjünk tovább, dél-kelet, ez a tűzelem minőségére néz. És ez a minőség, ez pedig hozza a tüzességet, nagyon erős fellobbanó étvágyat, megnövekedett igény a luxus termékek iránt, de hoz állandó félelmet is, és ez nagyon erős azoknál, akiknek ott van a déli irány. És mit mond a magyar? Félek, mint a tűztől. A tűz irány a dél-kelet, és nézzük csak meg, keleten kell a nap, délen delel, dél az felperzselő minőség, mindent felperzsel. Ezért déli minőség az az, hogy teljes felperzselődés, teljes negatív befolyás. 3-4 generáción belül a ház tulajdonosának és családtagjainak kipusztulása. De a dél-keleti irány az már teljesen más, ott van ez a félelem, meg az erős tűz is, de ott meg az mit eredményezhet, ugye ez a félelemmel, az, hogy nagyon erős az étvágy, és az ember jóval többet eszik, jóval többet akar, jóval precízebb, jobban vág az esze, túl jól vág az esze, túl elveszik a dolgokban, és ez a fajta minőség, ez hozhat egy olyat is, hogy ugye a művészetek felé való kinyílás, de sajnos hoz egy olyat is, hogy az illető fél az újtól, fél a változástól. Menjünk tovább, délnyugat irány, állandó feszültség, állandó veszekedés, hogyha van olyan ismerős, aki esetleg az alkohollal, drogokkal küzd, nézzék meg, lehet, hogy délnyugati a bejárata. Ez egy nagyon kemény bejárat, és szellemjárt a háznak is hívják, ugyanis olyan megmagyarázhatatlan, különleges jelenségek is vannak a házban, ami nagyon furcsák és kellemetlenek. A délnyugati irány egyébként a földelemhez kapcsolódik, és ez a megalapozódás pontunk. Tehát ez azt jelenti, hogy ott a földelem az, ami aktív. Menjünk tovább, nyugati irány, ugye az elfolyó jövedelem, illetve szegénység. Észak-nyugat, az pedig a szélelem minősége, a szél minősége, és akinek észak-nyugatra néz a háza, az egy kicsit szeles, és egy kicsit olyan a minőségem, hogy olyan következetlen, ezer dologba fölaprózza magát. És ugye elérkeztünk az északhoz, északba pedig anyagilag lehet fölhalmozódni. Na most mindegyik házban egy becsületes magyar él. Egy becsületes magyar, aki nemes, és nemet mond a rossz dolgokra. Őt előbb-utóbb a tudás kikeresi magának. Előbb vagy utóbb, nem biztos, hogy a védikus építészetet lehet, hogy a feng shui tradicionális iránytű iskoláját ismeri meg, ami egyébként a védikus építészetből származik. És egyszer csak látja, hogy nem jó a bejárat, ha át tudom építeni a házamat, nagyon erős leszek, átverekszem a családon, meglépjük. És meglépik, és egyszer csak a 21 hónapra rá az átépítés után az egész családnak megváltozik az élete. És mit mond ez az ember, akinek megváltozott az élete? Jó az élet, maradok hazámban. De hogyha rossz az élete, és bevonza a negatív dolgokat, mert ott van a nem jó bejárat, és nem tudja ezt a tudást, és ott él benne, és a szerencsétlenség és furcsa hatások keverik az élet, azt mondja, hogy én megyek külföldre. Én megyek külföldre, és ez hiába itt születtem, most egy új hazát cserélek, de ugye se nevet, se hazát nem cserélünk, ugye? Meg most már nemet. Tehát se nemet, se hazát, semmit nem cserélünk. Úgyhogy
Ezért a magyarság háza hazája, és az én házam, az én váram minősége. És ugye most szeretném megerősíteni azokat az embereket, akik azt gondolják esetleg még, hogy a védikus tudás az Indiából jön, hogy annak nincs köze a magyarsághoz. Nos, a magyarság ősi tudói, az ősi tudók, táltosok, sámánok, bácsák, varaboncok, ők mindegyike a természeti törvényt élték, és ezek a természeti törvények bennük élve csak előhozták ezt a jurta keletelést, esetleg a kamrának az északi bejáratot, ugye, mert nem csak a hideg miatt, de érezték a fölhalmozó hatást is, ugye? És kiadták az embereknek, hogy emberek, ha kamarát építetek északi, ha a jurtát állítjátok, keleti az irány. Na de miről szól a Véda? Amit úgy mondanak Indiában, hogy Véd, az az A úgy elhangzik. A jóga is, jóga, jógas citta vritti niroda. A jóga nem más, mint az elme lenyugodott tiszta tudatállapota. Jóg, Véd. Mi a jog magyarul? Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egységben legyen Istennel. A jóga egy egységesítő erő, tudás, mentális, illetve testi gyakorlatok, pránajámák és különféle elme, meditációs technikák ahhoz, hogy lenyugodjon az elme, és ebben a lenyugodott elmébe az ember megtapasztalhatja az Isten segítő erejét. Bármilyen valláshoz is tartozik. Tehát a jóga az nem vallás, gyakorlat. És a Véd, hát magyarul milyen szép Véd. Mi tudjuk, hogy ez mit jelent. És tudjátok, hogy mit mond a Véda, a teljes tudás, az értelem teljes tudásának utolsó pár sora. Ugye ezt a panditok, hogy el ne felejtsék, mindig ismétlik. Hát annyi idő, amennyi idő alatt, de elrecitálják, eléneklik ezeket a tudásmagokat, végigmondják ezeket a szútrákat, ezeket a vezérfonalakat, ezeket a mantrákat, és amikor a végére értek, kezdik előről. És amikor már nagyon jól tudja, és nagyon jól megy, és minden tökéletes, akkor észrevette, hogy megöregedett, de már van fia, azt is megtanította, már csak arra kell beoltsa, hogy ő is ezt gyakorolja, és adja át nemzedékről nemzedékre. Most ennek a Védának, ami a tiszta intelligencia tudománya, ennek az utolsó sora így hangzanak. Te, aki most teljességében vagy a tudásnak, már mindent tudsz, már nincs más feladatod, csak védjél meg engem. A tudás megkéri a tudót, hogy a tudás folyamatán keresztül védje meg. Ősök emlékezete, ugye, mesterek emlékezete, és a tudás magvainak átadása a jövő generációinak. És hát el is érkeztünk oda, hogy ugye a különféle, és most egy kicsit csapongani fogok, mert ezt így azért fontosnak érzem. Megjelent az a szó, hogy betegség, igaz? Betegség. Én meg mondtam azt, hogy minél több ember átér arra, hogy maximum egyszer eszik húst egy héten, vagy egyáltalán, annál több lesz az egészség. De mi az, hogy betegség? Elemezzük ezt a szót. Van egy olyan, hogy be, és van egy olyan, hogy teg. Mi a teg? Ez az nem magáz, tegez. De a tegezben gyűlnek a nyílveszők, igaz? Gyűlnek a nyílveszők. Egyre több nyílvesző gyűlik. Vagy amikor ugye harci íjászat van, akkor néha az oldalukon van a tegez. Gyűjtjük a nyílveszőket. Na most beteg, valami olyat vitt be. Olyat rakott be a tegezbe, ami nem jó. Minden egyes ember annyira egészséges, amennyire egészségesen táplálkozik, és amilyen az életvitele. Az indiai ájurvéda, az élettudományra, a legősibb orvostudomány azt mondja, minden egyes ember életében, ha
megfelelő ételeket, vízbe és italokat a szervezetébe, és megfelelő az életmódja, a teljes ajurvédikus tudás fölösleges. Hol hallottunk még olyan orvostudományt, aki azt mondja az embernek, hogy ha jól élsz, jól táplálkozol, akkor ne gyere hozzám, nem fogsz hozzám jönni, kész. Innentől kezdve ez azt jelenti, hogy már csak ki kell találniuk a negatív erőknek, hogy hogyan tudunk úgymond oda menni, mik azok a szerek, amik nem szerek, igazából mérgek, amik az emberbe juttatva megbetegítik. Most minden olyan, ami nem természetes, arra nekünk nincsen szükségünk. Hát most már tudjuk, hogy a beteg az azért beteg, mert olyan rakott be a tegbe, a tegezbe, amire nem volt szüksége. Mindenki saját szerencséjének a kovácsa. Nagyon jó. És tudjátok-e, hogy Indiában van egy ezüst fémlap, 3x3-as négyzet, mágikus számokat írnak bele, attól függően, hogy ki mikor született, és ez a bolygókkal van bizonyos rezgésben, ez egy védő talizmán, amulett, és itt van az illetőnek a nyakában, és ennek az a neve, hogy kavacs. Mit csinál a kovács? Kovácsol. De a szent ember, hogyha kovácsol, mantrák kíséretében ezüstbe belevési, és mondja a mantrát, és kavacsol, kovácsol, és lesz egy kavacs, azt az illető a mellkasában póló alatt őrzi, vagy a szívén kitűzőként, akkor annak van egy védelmi energiája, egy védelmi pajzs. Ez a kavacs szó nem csak ezt a tárgyat jelenti, hanem még védelmi pajzsot is. Most mi a mi védelmi pajzsunk betegség esetén? Az egészség. Bármikor vissza lehet térni az egészséghez, az egészséges életmódhoz, és eltűnik a betegség. Amilyen irányba az ember elindul, és amit észrevesz a testében, ha az jó, folytassa, kövesse, ha nem, akkor egy kicsit álljon meg, értékelje újra a szerkezetét, a testi szerkezetét, a helyzetét, és hogyha kell, akkor 180 fokos irányt is lehet, és változtasson az ételmódján. Tehát életmódon csak akkor tudunk változtatni, ha az ételmódunk is más. Ugyanis, hogyha ugye túl sok a szenvedély energia, ezt úgy hívják, hogy rajasztikus energia, szenvedélyből lesz a szenvedés. Szenvedély, szenvedés. A fényből, amit úgy hívjanak, hogy szat, a szatból, a fényből pedig lesz a tiszta tudatosság és az értelem. Hogyha azt mondom, hogy ti szatok vagytok mindannyian a lelketek mélyén, akkor az azt jelenti, hogy már nagyon ott a tiszta szó is, ugye? De az is ott van, hogy tiszta. Tiszta, tiszata. Ti szatok vagytok, tiszták vagytok, lelke mélyén minden egyes ember ezt a szat minőséget hozza. És nekünk van egy olyan, hogy tiszta, tiszata. Oda be lehet rakni bármikor egy magánhangzót. Érdekes mód, majd messengeren beszélgessetek egymásra, ez egy házi feladat lesz, lepjétek meg a magyar érzésű barátaitokat, hagyjátok ki az összes magánhangzót. Csak írjátok le mással hangzóval, hogy mit törtem én a fejemet, mire megértettem, hogy a barátom három szót írt, hogy mit is írt, de aztán megértettem, és úgy válaszoltam neki, és aztán oda, vissza. És ezt csak azt vettem észre, hogy másképp működik az agyam. Miért is van magyarságban olyan mással hangzó rögzülés? Ti mindig megírtitek. Ikkiris hitje, ívil viszílik niktik. Igiz? Egez. Tehát ott vannak ezek a minőségek, akkor is, hogyha egyetlen egy magánhangzóra kicseréljük ezt. Most egy nagyon fontos dolgot mondok el nektek. Én nagyon régóta foglalkozom a véd ős nyelvvel, szanszkritammal. Nem szanszkrit, szanszkritam.
Ez a möbetű, ez még ott volt Panini idején, aki a grammárt, a nyelvtan megalkotta. És a lényeg az ennek a m-nek, hogy ez az enyémség minősége is a hamkára, az enyémség csináló, ennek a jelzője a m, és magyarban szintén kabátom, cipőm, életem, enyémség csináló. Na most a szanszkritam, illetve ez a védős nyelvben, az összes magánhangzók úgy hívják, hogy mantrák, mantrák. A mással hangzókat úgy hívják, hogy brahmanák. De hogy hívják a tanítórendet? Brahminok, vagy brahmanák. Akkor ők mihez értenek? Akkor valószínűleg nagyon is tudják a védákat és a mással hangzóknak, ami a csendnek a hangja. Minden egyes mással hangzó a csendről szól. Egy idő után ezek a bölcsek már meg se szólalnak, főleg egymás között. Egyszer mondták, hogy két szent ember találkozott, és csak úgy nevetgéltek egymással, fogtak ilyen kis vödörben virágokat, egymásra dobálták, nevettek, mint a gyerekek. Aztán ennyi volt az egész. És mondták, hogy most itt mi válaszolják? Hát egy. A védikus tudásról mind a kettőnek megvan a teljes tudása. Arról minek beszélnek. A relatív meg minden változik. Arról megint minek beszélnek. Természetesen azért a bölcsek is meg szokták beszélni a dolgokat, és magasabb szinteken, telepatikus úton egymással kapcsolatban vannak, illetve úgy is lehet ezt mondani, hogy minden egyes ember nagyon is szoros kapcsolatban van minden egyes más emberrel. Csak van, aki mélyebb rezgéseket, minőségeket is tud mindebből érzékelni, tapasztalni. És most az utolsó részhez elérkeztünk, etelközhöz, ugye hát a magyarság etelközben. Ugye említettem ezeket a csakrákat, ezeket a vezérlő csakrákat, amik hogyha egymással szövetségbe kerülnek, egymással ugye összeszövetkeznek és fölfele egymásba oltódik az erejük, akkor ők egy különleges minőségű érzékelést, valóságlátást biztosítanak az embernek. Ezek a csakrák, ezek a csokrok, ezek az energiák, ahogy így összeadódnak, ezek nagyon-nagyon fontos, hogy tiszta, szat ételeket, zöldségeket, gyümölcsöket fogyasszon az ember, mert akkor egyre kevesebb a rezgése, a feszültsége az elmének, és le tud nyugodni, és az energiát felfelé tudnak áramolni, és a tiszta tudatot tudják előhozni. Tehát ezért érdemes a tiszta ételeket fogyasztani. Honfoglalás. Azt mondta egyszer viccesen az egyik barátom, hát ha ez a hóna majja, hol van a hónom? Nem nagyon használtuk azt, hogy hóna vára. Honolás, vállalás, ugye? De a vállalás az mást is jelenthet, ugye? Tehát nem csak az, hogy egy kerámiának a vállát úgy kialakít egy szobornak az ember, hanem azt is, hogy felvállalunk bizonyos dolgokat. Hogyha az ember felvállalja a magyarságát, felvállalja a tiszta ételek, italok fogyasztását, az néha nehéz, főleg olyankor, amikor olyan helyre csöppen az ember, hogy rengeteg húsos finomság van, alkoholos finomságok. De az ember azt mondja, hogy hát maradjunk a tiszta minőségeknél. Hogyha valaki szeretni, hát fogyassza, de vannak olyanok, akik ezt vállalják, ugye? És most gondoljunk bele, hogy itt van ez a csodálatos honfoglalás, amiről egyszer csak kiderült, hogy kettős honfoglalás. Néztem, hogy mi már itt voltunk előtt, aztán hármas honfoglalás, aztán emberek, hát mi mindig itt voltunk, az ott nekünk egy kapu, jöttünk, mentünk. És akkor azt mondták, hogy jobb, hogyha megjegyezzük, ezt az én névrokonom, Dudás Rudolf mondta, egyszer a Balaton felvidéken közösen tartottunk előadást, ő a sumerológiából, én pedig a szanszkritamból, már nagyon régen, 2000-es évek elején. És akkor azt mondta, hogy sumér, szkíta, hún, avar, magyar, ezek különféle elnevezései ugyanannak a lelkületű népnek.
lehet, hogy egy kicsit időben, egy kicsit térben, egy kicsit nyelvben máshol vannak, de ugyanaz a lelkület. Ífeszítő népek. És amikor ezen gondolkodtam, hát mondom, akkor hiába tanultam meg, ilyen gyorsan, egymás után álmos elő, dont-kont, alsóba töltem, ezt fújni kellett az iskolába. Hát álmos elő, dont-kont, alsóba töltem, véletlenül se fordítva. Ugye, mindig így volt leírva, így tanították meg, így rótták az elménkbe. És azt mondtam, hogy mi van akkor, hát hogyha a honfoglalás olyan, hogy mi mindig itt voltunk, mi van akkor, hogyha itt a tálatosok, a bölcsek valamit elrejtettek ebbe a tudásba. Nagyon sokáig, évekig kutattam, évekig kérdeztem a jó Istentől, hogy mondja már meg, hogy mi lehet ez. És csak gondolkodtam, és amikor egyszer úgy eszembe jutott az a barátomnak ez a vicces dolog, hogy hát ez a hónamalja, akkor hol van a hónom? És akkor hát vál, és mondom, akkor talán esetleg az emberi testtel is kapcsolatban van ez? Hát nekünk van egy emberi törzsünk, egyetlen egy törzs. Van a hét vezérlő csakra. És akkor kerestem, először föntről indultam, hogy álmos, biztos fejjel kapcsolatos. De aztán eszembe jutott az alom szó. Alom. Hát alom, ami alul van, amire helyezkedünk. Álmos, előd, a szakrális csakra, az elődeink. Ond, kond, a szívharang, meg kondul, ond, kond. Tas. A tas, ez egyébként, ez az éter elem és a hallással kapcsolatos, de a tasnak van még egy régi jelentése. Megtelt, jól lakott és kő. De ez hát éter elem, hogy lehetne kő? Most Jézus az egyházát kire építette, tudjátok-e? Péter. Tehát ő valószínűleg tudatilag a legfinomabb szintű tanítvány volt, azért is volt ez a neve. Tehát ő meghallotta mindent és élte azt is, amit Jézus csak elgondolt és még nem mondott ki. Tehát éter, és Indiában azt mondják, hogy a tiszta tudatosság olyan hatalmas szikla, amire a tudás várát fel lehet építeni. Tehát a tiszta tudat, az éterelem minősége, az a szikla, amire fölépülhet az öntudatosságunk is. Na most, akkor ez így nekem rendben volt, hogy hát a tas, ez ezt jelenti, igaz, a tas barátom itt ül elő. Most ismerkedtünk meg, és hát ő az egyik kulcsfontosságú elem. Tas, és ez megtelt, ugye ez az éterelem területe így, hogy a hallás is benne van. És mit mondunk, amikor jó telettük magunkat? Mára fülemen jön ki. Kész. Hát holott jön neki? Hát úgyis itt jön ki, hát na. De a fülemen jön ki, tehát éterelem. Ugye? Úgyhogy a tas, akkor oké. Hú. Azt mondják a szufi misztikusok, amikor Allahról beszélnek, meg mindenről, és mindig arról beszélnek, hogy amikor a pörgést csinálják, és a kozmikus energiákkal egyesülnek, és ott van az a minőség, és az Isten szeretet, és ezeket ők ugye szakrális geometriával ki is fejezik meg a saját gyönyörű költeményeikkel, írnak Isten természetben látható formáiról gyönyörű költeményeket, akkor azt mondják, hogy ennek a kifejezése, ennek a minőségünk az, hogy hú. Ez mennyire jó erre a harmadik szem minőségére is, hú-ba, ebbe bele a hú minőségbe. És csak egy egyszerű dolog, ha valaki már az 5-ről a 6-ra jutott, 5-ről a 6-ra, akkor azt töhötök, amit akarok, azt töhötöm, azt tehetem, amit akarok. Miért? Mert akkor összhangban vagyok az isteni törvényen. De most ezért, azért adtam ezt az előadás címet, és próbáltam ezt rövidre összefogni, de most már vége is lesz. 3 részben ezt az előadás, mert
ugye a magyarság nemes életmódja, mondjunk nemet minden olyanra bátran, amit, na, nem csak hogy természetidegen, elmebeteg dolgok. Életünk, ételünk, ételünk, életünk. És hát étel, elem, éter, elem, minél inkább több fényt fogyasztunk, mi ez a fény? Hát a növények alakítják át fotoszintézis útján, tápanyagok révén a fényt étellé, a saját testükkel. Tehát ezt a megszilárdult dolgokat fogyasszuk. Ekkor életünk egyre világosabb lesz, egyre tisztább az értelem, és utána házunk, hazánk. Építsük úgy át a házunkat, hogy minimum ezzel az északi és keleti bejárattal rendelkezzen, ha tudjuk, ha nem, akkor jó, megértem, de valaki a kertje végében egy szerencsehozó minimum 5x5 méretes vagy nagyobb szerencsehozó házikót építsen fel. Erre nekem megvannak a konkrét tervek. És egy a lényeg, hogyha ez ott van, akkor ő, én tudom, hogy itt a hazába marad, és nem fog házat és hazát cserélni. Nem igaz, hogy az embereknek a munka miatt a szülő helyükről el kell menni, de hogyha mégis el kell menni, maradjanak már ebben a Kárpát-medencei hazában, de jobb lenne, ha Magyarországon belül maradnának. Úgyhogy ház a hazája, és étel közben. Mert etel köz levédiából védi a levédia ételköz, etelköz. Amit eszek, abból leszek. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a tártosaink ezt is elrejtették ebbe, de ez nem biztos, mindenki járjon utána.